December 7-én csütörtök este mutatták be Borbás Ferenc új könyvét a Szikra Galériában. A Termékteremtés a gyakorlatban című könyvben időszerű és aktuális kérdésekkel foglalkozik a szerző. Ebben a könyvben aktuális problémák vannak, amivel mindenkinek foglalkozni kell. Például, hogy hol tartja a jelszavait, vagy hogy akarja felhőbe telepíteni az adatait. De azon kívül nagyon sok olyan társadalmi vonatkozást is felsoroltam, ami szerintem ma fontos, hogy hogy kezeljük a digitalizációt. Az önfejlesztő gondolkodás segítő könyv főként az üzleti élet iránt érdeklődőknek ajánlott. A kiadvány boncolgatja az ipari digitalizáció fogalmát, a rendkívül dinamikus fejlődést és bemutatja a mérnöki és a műszaki élet jövőjét. Ipari digitalizáció valójában az egész életünket befolyásolja. Így nem látjuk nap mint nap, halljuk persze a rádióban, hogy ez történik, politikusok erről beszélnek, de nem mindig tudjuk lefordítani ezt a hétköznapjainkra, hogy amikor megjelenik nálunk valami, avval mit kezdjünk és hogyan használjuk. Mert tudnunk kell használni, hiszen ezen nagyon sok múlik nekünk. A könyv 18 interjú alany, köztük neves professzorok, közgazdászok, mérnökök segítségével készült el, amely elkészült riportok a Termékteremtés a gyakorlatban.hu blogon is megtalálhatóak. A mobiltelefon...